Sziasztok, én Zondo vagyok, és itt is ennek egy újabb Scrap Money amiben egy újabb építményt szeretnék nektek bemutatni, ami talán a Logic Gate szempontjából a legkülönlegesebb eddig. Ez az építmény nem lenne más, mint egy számológép, ami itt is lenne, láthatjátok. Először azt terveztem, hogy ez a számológép tudni fog osztani, szorozni, összeadni, kivonni, azonban ebből a számológépből csak egy összeadó számológép lett. Mégpedig azért, mert elkezdtem először megcsinálni az összeadást, és rájöttem, hogy csak az összeadással 312 Logic Gate-et kellett építeni. Na most, akinek ez nem tűnik soknak, nem tudom, hogy ki még a Kill Droidomra, a Kidroid v2-re, ebben használtam 44 Logic Gate-et. Ebben van csak az összeadáshoz 312 Logic Gate. Meg is mutatom. Itt van. Egyébként itt is vannak a logic gate-ek a hátuljában. Direkt üvegesen csináltam a hátulját, meg a tetejét, úgyis is szerintem jobban be lehet látni a számológép hátuljába. Itt is a rendszere, azonban én először szeretném a számológép működését bemutatni, és majd csak utána rátérni erre a rendszer, mert szerintem úgy könnyebb lesz magyarázni. Szóval visszatérve ide a logic gate, vagy logic gate számológép elejére. Itt van előttünk 10 fehér gomb, ezek a számok ugyebár 0-tól 9-ig. Itt van ez a zöld gomb, ez a zöld gomb mutatja meg, hogy mennyi a végeredmény, hogyha összeadjuk a két számot. És itt van a zöld gomb mellette piros gomb, és ami számolás közben vagy számolás után is képes megszakítani a folyamatot és visszaállítani a számológépet az eredeti állapotába. Meg is mutatom, mi történik, hogyha mondjuk leütök egy nullát. Megjelenik egy nulla, és automatikusan megjelenik nekünk a plusz, mert ugye ez csak összeadni tud, ezt már mondtam egyszer, hogy miért. Szóval eddig csak annyit látok, hogy nulla meg egy plusz. Ezután kell leütni a második számot, tehát ilyenkor hiába akarjátok nyomkodni az egyenlőség jelet, nem fog csinálni semmit, mit láthatjátok, mert tudja, hogy még kell egy szám. Azonban a piros gombot lenyomva megszakítódik a folyamat, és ilyenkor kezdhetjük előre a számolást, tehát ez képes belenyúlni ilyenkor is a számolás közbe, hogy akkor most itt álljuk meg, és akkor kezdjük előről. Először adjon össze mondjuk nullát és nullát, ez egy teljesen alap dolog, nulla meg nulla mennyivel egyenlő, hát ugyebár nullával. És ezek után hiába nyomkodjuk már a számokat, nem fog reagálni semmit a számológépen, már elvégezte a műveletet, tovább az egyenlő gomb sem fog csinálni semmit, mert már egyszer megnyomtuk, ilyenkor csak is a piros gombot lehet megnyomni, ami visszaállítja a számológépet. Meg lehet nyomni akkor is a piros gombot, amikor még nem számoltuk ki az eredményt, de már ilyenkor le akarjuk állítani a számológépet. Vagy például azoknál az eseteknél is jó jött, amikor lenyomunk egy számot, aztán rájönk, hogy jaj, hát mi nem a négyest akartuk lenyomni, hanem egy másik számot, és ilyenkor kikapcsolhatjuk. Ez azért is jó ez a piros gomb, mert hogyha lenyomunk véletlenül egy rossz számot, akkor nem kell pötyögni már azt, hogy meg valami, meg egyenlő, hanem ilyenkor egyből kikapcsolhatjuk a számológépet, anélkül, hogy mit feleslegesen számolnánk valamit, amit nem akarunk. Gondolom már de a legnagyobb szám, amit ki lehet számolni ezen a számológépen, az a 18-as és az igazából ennyi lenne, tél, csak ennyire képes, képes összeadni két számot, de az tényleg villámgyorsan kiszámolja nekünk. Félreértés ne essék, én ezt nem azért építettem meg, mert én nem tudok magamtól összeadni két egyedi számot, hanem csak kíváncsi voltam, hogy Scrapmanikon belül hogyan tudná megvalósítani ezt a számológépet, és hogy milyen kívásokkal kell szembeállni. Hát bizony, elég sok munka volt benne, de ezt mindjárt meg is mutatom. Most vissza is térhetünk a rendszerére, itt van a 312 Logic Gate, bizony ennyi kell. számológépet négy fő részre lehet leosztani, egyrészt a kijelző, ugye itt van a kijelző, logic gate tehát tegyük fel, hogy itt most az összes logic gate be van aktiválódva, akkor velük szembe lévő összes sámpa aktiválódik, tehát nekünk kivetít egy 8 -ast. Ezt meg is mutatnám, gyorsan leütök itt egy 8 -ast. Láthatjátok, hogy az összes logic gate felvillant, plusz még a plusz jel is, plusz a plusz, értitek? Ezek után lenyomhatunk még egy számot, tegyük fel, hogy az legyen mondjuk a Szóval itt van ez a 8-as, a plusz jel, az ötös, és ez a két logic gate tömb már csak arra vár, hogy mi ezt az egyenlőségjelet lenyomjuk végre, és akkor ki tudja számolni nekünk az eredményt. Úgyhogy lenyomom az egyenlőség És igen, már föl is villant az egyenlőséggel, illetve a 13-as, ami most én a 0 a 31-nek tűnik, de ez 13, mert fordítva van. Szóval mindez, amiről az előbb beszéltem, ez még csak az első része a számológépnek, ez a kijelző. Hát, hogy egyszerűbb lesz amúgy, hogy ezt így eltávolítom minden, és akkor így könnyebb lesz közlekedni meg így jobban be is láthatóbb a rendszer. Térjünk is rá a második szakaszra, az első számbeviteléhez, ami ugyebár itt lenne, mint például ez a kettes. 0-tól 9-ig bármilyen természetes számot bevihetünk, ugyebár 10 lehetőség van, úgyhogy bizony 10 féle elágazást kellett itt csinálnom. Én de leszettem az üvegrétegeket, itt talán könnyebben ezt átlátnotok. Szóval itt van mind a 10 lehetőség 0-tól 9-ig. Ez a rendszer egyébként itt van, tehát önmagába is megépítettem, és ugye ezt klónoztam kétszer. Ez a rész úgy működik, hogy itt vannak érzékelők, egyik sem érzékel semmit, ugyanis egy blokknyi távolságra tudnak csak érzékelni. És itt vannak a pisztonok, és amíg számot lenyomjuk, az a piszton fog kiugrani. Tehát lenyomjuk például a ketteset, akkor itt a kettes piston ugrott ki innen a helyéről egy pillanatra, amíg lenyomtuk a gombot. Nem láttatok, mert pontot volt a másik oldalon, de ez a piston kiugrott egyet, neki ment az érzékelőnök, az érzékelő pedig azért érzékel még mindig a pisztont, ugyanis switch módban van. Ez a switch mód, ez itt csak annyit akar, hogy a pistonnak elég csak egy pillanatra kiugrana innen a helyéről, és az érzékelő ilyenkor beaktiválódik, mert olyan, mintha egy kapcsoló lenne. Tehát innentől ez a fontosan fog küldeni, egyébként, hogyha meg még egyszer kiugrana innen a piszton a helyéről, akkor pedig kikapcsolná. Azonban még egyszer ne fog kijönni a piszon a helyről, ugyanis itt van ez a három logic gate, és ezek azt nézik, hogy ez a piston már egyszer kijött innen a helyről, tehát többet már nem jöhet ki, és konkrétan leblokkolják a piszton mindenféle jeltől. Szóval ezzel a blokkon élet adtunk a kettesnek, itt a kettes aktiválódott, és a számológép várja a második számot. Ekkor lép érvénybe a harmadik szakasz a második szám bevitele, ami konkrétan ugyanaz, mint ez itt, csak hát ez a második számként fog funkcionálni, tehát mondjuk most a. Legyen mondjuk a 8 -as. Most a 8-asnak a piszonya ugrott és jelet adott az érzékelőnek, és az érzékelő pedig konstant jelet ad ennek a logic gate-nek. Tehát itt lenyomtunk egy ketteset, itt lenyomtunk egy 8-asat, itt tanultunk 19 logic gate a leghártsó sorban, mert hát 19 féle szám tud kijönni 0-18-ig, és hát mennyi 2 meg 8? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tizedik logsegét villant föl, ugyanis 8 meg 2 az 10, és ezt a számológép már ki is számolta nekünk. Már csak arra vár, hogy mi ezt az egyenlőséget legyomjuk, és már itt is van a tízes szám. Ugye már az világított ott, és ha nem tudtuk az egyenlőséget, akkor ez is világított, meg ez is. Ezek élet küldtek ennek a két monitornak, és a monitor pedig kivetíti nekünk a tízeset. Egyébként a pókálót azt meg is jutatnám. Hát igen, egy ilyen pókhálóban kellett nekem kiigazodnom. Tehát egy ilyen káoszos pókhálóban kellett nekem mind a 312 Logic gate bekötnöm a rendszerbe. Most képzeljétek el, volt egy olyan eset, amikor itt félrekötöttem egy Logic gate és erre úgy derült fény, hogy azt írta ki a számológép, hogy 1 meg 1 az 18. Itt kellett keresgélnem, hogy melyik volt az a rossz Logic gate, és hát nem volt túlságosan mulatságos megkeresni azt az egy Logic ebben a rendszerben, és azt újra bekötni a rendszerbe normálisan. És azt elfelejtettem mondani, hogy itt a nullának nincsen Logic -je, ugyanis az, hogy nulla meg nulla, az tök egyszerű volt kiszámolni és egybe be is kötöttem ide a monitorhoz, tehát ehhez nem kellett egy ilyen külön rendszert építeni. Viszont bemutattam már az első szakaszt, a másodikat, a harmadikat, és itt is lenne a negyedik. Ezen a legkártya soron már végfutottam, erre mondtam azt, hogy itt van mind a 19 féle szám, és ezek a szürke gate-ek itt mind a lehetőség tárolói. Itt van az egyesek a logigétje. Egyet hányféle képet tudok kiszámolni? 0 meg 1, vagy 1 meg 0, már ugye attól függ, hogy melyiket tesszük második helyre. Beírom azt, hogy 0 és 1, és felvillan ebben a sorban az egyes sorában az első logic gate. Másféleképpen pedig úgy lehetne kiszámolni az egyet, hogy 1 egy és 0, és ilyenkor ebben a sorban a második logic gate fog felvillani. Több logic gate nem kell, mert másféleképpen nem lehet kiszámolni az egyest. Ez volt az egyes sora, itt van a kettesnek a sorok. Kettes hányféleképpen tudunk kiszámolni? Háromféleképpen, mert 1, 1, 2, 0, 0, 2. Hármat hányféleképpen tudunk kiszámolni? 2, 1, 1, 2, 3, 0, 0, 3. És ez így megy végig tovább. Ebben a rendszerben az érdekes, hogy minden egyes számot több egy többféleképpen lehet kiszámolni, a 9-nél megáll a csúcs, és antak között pedig megint csökkennek a lehetőségek. A 9-nél azért áll meg a növekedés a Logic gate számában, ugyanis azt lehet a legtöbbféleképpen kiszámolni, ugye hát 90817263 63 és így tovább és a 9 után jön 10-es, amit egyre kevesebb féleképelet lehet kiszámolni, és minél nagyobb a szám, annál kevesebb féleképelet kiszámolni, és végül itt van a 18-as, ami már csak úgy jött ki, hogy 9 és 9, épp ezért csak egyetlen egy lehetősége van, pont úgy, mint a nullának. Tehát, mint kitaláltátok, ezeknek a szürke géteknek a bekötése volt a legnehezebb, mert az összes lehetőséget be kell kötni. És hát, ha nem mondjam, hogy a végére már kezdett nagyon elfáradni, nem egy nap építette meg ezt a számológépet, hanem több nap alatt. És nem is mondom azt, hogy nehéz, hanem inkább azt, rettenetesen repetitív, és nagyon nehéz benne kiigazodni egy idő után, láthatjátok. A második blogban az érdekes, hogy itt van fölötte még 9 Logic Gate. Ezek a Logic Gate-ek akkor kellene, hogy 10 nagyobb szám jön ki eredményül. Ha belgondoltok, akkor 20 meg 30 szám jön ki soha eredményül ebben a számológépben, csak 10 valahány. Be is írom azt, hogy 6 meg 6. Kisírom az eredményt. Itt föl is a kettes logikét, tehát ide a második szám egy helyére a kettest kell beírni. És itt van egy logikét, ami az összes tíz nagyobb számhoz bele van kötve, és hogyha ez érzékeledik, akkor ide kivetít egy 1 egyes. Tehát ilyenkor lesz tizenvalahány. Most ilyen esetben ugye 12 van eredményül. És itt van ez a reset gomb, ennek is érdekes a rendszere. Lenyomom még egyszer a ketteset, most itt lenyomtuk a ketteset, tehát ez a piszton ugrott el egyet és nekemet az érzékelőnek, és itt vannak ezek a logic gétek, amik védik a piszont attól, hogy esetleg még, még egyszer lenyomjuk a ketteset, mert mi azt már egyszer lenyomtuk. Azonban ezek a logic gétek megjegyzik, hogy melyik az a szám, amit mi már egyszer lenyomtunk, és ha megnyomjuk a rizetet, akkor csak is az az egyetlen egy szám fog rizetelődni, amit mi a már egyszer nyomtunk. Tehát az a szám fog visszaállni az eredeti állapotába, amit mi a már egyszer nyomtunk, ez esetben a kettes. Tehát ezen a blokkon mi lenyomtuk a kettes pistont, és hogyha megnyomom a reset gombot, akkor csak is a kettes pistó fog még egyszer ugrani egyet, hogy kikapcsolódjon. Tehát igen, ennél a számológépnél nem csak arra kell odafigyelni, hogy minél gyorsabb, minél hatékonyabb legyen, hanem arra is, hogy felhasználó barát legyen, és ne lehessen bármiféle bagot kelteni a számológépen belül. Tehát amiről beszéltem eddig, az az, hogy lenyomom a ketteset, Ilyenkor hiába nyomom le még egyszer, már csak ez az oldalon változik meg a szám. És ha lenyomom a rizetet, akkor pedig a két kettes fog visszállni a helyére. Hát körülbelül így működne a számológépem, igaz, itt van még néhány apró logic gate, ezek is már csak arra figyelnek, hogy minél felhasználóbarátabb legyen, meg az itt a rizetnek a pisztonja. Tehát ez a videó egy kicsit túlzottan is logic gate orientált videó lett, de néha ilyen is kell. Igazából én szeretem a logic gate a játékban, és azért is szeretem ezeket a logic gate mert ezek segítségével lehet építeni okos dolgokat a játékban, mint például az okos autót, vagy a robotokat, meg az ilyeneket. Na de akkor ennyit volna a számológép, én ezt el is raknám. És igazából ez is érkeztünk ennek a videónak a végéhez, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett nektek ez a számológép és érdekesnek találtátok, akkor nyomtok a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el mennyomni a csengőt, hogy mindig kaptok értesítést, hogy a új videót teszek föl. Szóval ennyit volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!